Jó estét kívánok! Az első igazi tavaszi víkend estéjén köszöntöm Önöket, és remélem, hogy velünk is tartanak műsorunk teljes időtartama alatt. Az első részben a gyerekeknek és a családoknak kínálunk két kiváló programot, a második részben pedig egyedi, sorszámozott fatálakat és különleges motorokat mutatunk majd be, úgyhogy érdemes lesz ma is velünk tartani. Először is nézzük meg, hogy mit kínál a Váci Mihály Kulturális Központ. Mészáros Szilárd igazgató úr a vendégünk. Jó estét, szia! Jó estét, köszöntöm a kedves nézőket is. Ugye a tavasz jegyében gondolom, hogy igazán friss és izgalmas programokat hoztál nekünk, de ami talán ugye a legközelebb van, az a költészet napja, április 11-én. Így van. Mint minden évben, ebben az évben is megemlékezünk a költészet napjáról, biztosan sokan tudják, József Attilához kapcsolódóan április 11 a Magyar Költészet napja. Mi már egy picit elé megyünk, 10-én elkezdjük az ünnepi programsorozatunkat, amikor is dr. Reisinger János irodalomtörténész tart egy előadást. Tavaly Arany János emlékév volt, így adta magát, hogy az legyen a cím, hogy ki nekünk Arany János. Minden irodalombarátot természetesen várunk, a belépés díjtalan lesz erre. Ez mikor lesz pontosan ez az előadás? Április 10-én 17 órától a hangversenyteremben, a Kulturális Központban. Aztán másnap reggel folytatódik a programsorozat. Ilyenkor mi a névadónkra, Váci Mihályra is emlékezünk. 9 órától a Bessenyi téren a színház előtt koszorúzzuk meg a Váci Mihály szobrot, aztán 9 óra 45 perckor átjövünk a Kulturális Központ előtti emléktáblánál, tartunk egy ünnepi megemlékezést, illetve koszorúzást, és szintén, mint minden évben, a városunk nagy költőjére, írójára emlékezve Váci Mihály szavaló versenyt szerveztünk idén is. Körülbelül 50 versenyző jelentkezett, gyermek, ifjúság és speciális kategóriában 10 órakor fog kezdődni a verseny, a gyerekek is nagyon várják, a szakavatott zsűri is nagyon várja már a versenyt, és azt előre elmondhatom, hogy ajándék nélkül egyetlen versenyző sem fog távozni, illetve a helyezettek, díjazottak értékes jutalomban fognak részesülni. És még aznap egy kicsit már más program, ugye van néhány sikeres programsorozatunk. Örömmel jelenthetem a Szép Kuruaknak, hogy tavasszal indul újra a Kelet-Magyarországi Szép Kuruak Akadémiája, tehát ez is április 11-én, szerdán szokás szerint 15 órától kezdünk, amikor is dr. Címer Éva gyógyvizek hatása, a gyógyfürdők, kezelések címmel fog előadást tartani. Ez a rendezvény is sok éve már ingyenes Nyíregyháza megyei jogú város, illetve a Váci Mihály Kulturális Központ jó voltából. És nagyon népszerű, ugye, tegyük hozzá. Igen, a Szép Kuruak, nyugdíjasok nagyon szeretik, már harmadik évadot tartjuk, 2015-ben indult. Először egy kisebb teremben kezdtük el ezt a programsorozatot, de kinőtte magát. Hát jóval 100 fölött van az átlag nézőszámunk, úgyhogy nagy örömmel vittük úgymond be a hangversenytermünkbe, és azóta is, ha mód van rá, lehetőség van rá, akkor ott tartjuk az akadémiát. Aztán megint egy picit újdonságba is vágunk, talán még ilyen nem volt nálunk. Az életmódváltás kapcsán hívtunk egy előadót, aki táplálkozásról, életmód tanácsadással foglalkozik. Tóth Juditnak hívják a hölgyet. Április 14-én 16 órától fog ellátogatni. Magunk is kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy erre mekkora érdeklődés van. Az országban több helyen megfordult, már sikerrel. Reméljük, hogy a nyíregyháziaknak, illetve a megyebelieknek is fog tetszeni, és el fognak látogatni hozzánk, megnézni ezt az előadást is. Megint csak egy jó hírrel folytatom, lehozzuk Önnek a Csillagokat című programsorozatunk következő darabja, az operett kedvelőknek fog kedvezni.
Nyíregyházán, illetve Szabolcs-Szatmár-Berek megyében is úgy látjuk, úgy érzékeljük, hogy nagy sikere van az operett előadásoknak. Ennek megfelelve április 20-án a Mágnás Miskát láthatják a Kulturális Központ színpadán. Hát ez egy örök zöld. Biztos, hogy nagyon nagy lesz az érdeklődés, erre már most érdemes beszerezni a jegyeket? Igen, már áruljuk, úgyhogy szépen fogynak is a jegyek, úgyhogy aki gondolja, már erre is megválthatja, illetve hogy egy picit előre is szaladjak, már a következő program részt is tudom mondani, a Karinthy Színház május 24-én fog ellátogatni hozzánk egy krimivel, emellett egy 18 éven felülieknek szóló krimivel, Tortúra a darab címe, és többek között Árpa Attila a főszereplője, úgyhogy amely programokat elmondtam, azokra már mindegyikre meg lehet váltani a jegyet. Hát voltunk már felnőttekkel, beszéltünk már szépkorakról, természetesen a gyerekek. Így van. És most akkor a legközelebbi programmal folytatnám, április 8-án, tehát most vasárnap 11 órától a matiné keretében Gombóc bulira várjuk a gyerek dalok kedvelőit, illetve a családokat. Nem ez a Gombóc együttes jelenti, van, ugye? A Gombóc együttes nem egyszer. Csecsemőknek mondom, akik nem ismerik esetleg az együttes. Így van, nem egyszer léptek már fel nálunk nagy sikerre, reméljük, hogy ez most is így lesz. Illetve a matiné keretjeitől egy kicsit eltérve, következő héten szombaton lesz egy népszerű bábszínház, Mazsola és Tádé bábjátékát is megcsodálhatja a nyíregyházi publikum. Tehát ott az különleges, hogy szombaton délután 16 órától lesz ez a rendezvényünk. De közben, ha már belementünk egyébként a májusba, és gyerekekről, felnőttekről beszéltünk, ifjúság, öröm a zene. Tavaly is tartottunk már egy ilyen tehetségkutatót, ez május 12-én lesz. Uh-huh. A honlapunkra, aki fölmegy, megnézheti a feltételeket, hogy lehet jelentkezni, erre is gyűlnek már az érdeklődők, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy amely rendezvényekről eddig is beszéltem, bátran látogassanak el a Vácmai Kulturális Központ honlapjára, és mind a rendezvényekről tudnak tájékozódni, illetve legtöbb előadással kapcsolatban interneten is meg tudják váltani a helyeiket. És kérdezhetek-e mondjuk a filmekről, ugye? Hiszen az is hozzátok tartozik. Igen, a Klúdi Gyula Artmozi. Ezzel kapcsolatban is hoztam egy úgymond jó hírt. A nagyszerű filmek mellett egy különlegességgel kedveskedünk. Mindjárt lesekig, április 19-én a japán festészetről, illetve a reneszánsz festészetről lesz szó, és nagyon nagy örömmel, büszkeséggel tölt el, hogy dr. Mecsei Beatrix, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem japán-kínai tanszékének vezetője fog ellátogatni hozzánk, és előadást tartani. Aztán megtekinthetünk egy nagyon szép filmet, Hokusai a nagy hullámokon túl című filmet vetítjük. Hát a japán festőművészetben én, ha jól tudom, Hokusai egy, mint nálunk egy Raffaello, olyan elismert, de hogy vissza is jöjjünk Európába, Raffaellóról is lesz szó. A Nyíregyházi Egyetemről biztosan sokan ismerik, meg sokat jön előadni hozzánk. Dr. Drabant Robert fog egy előadást tartani, remek művek a reneszánsz pápák korábban, és Raffaellóról is bemutatunk egy filmet, úgyhogy ezzel kapcsolatban is akár a Klúdi Mozi honlapjára, akár a Váci Mihály Kulturális Központ honlapjára, ha ellátogatnak, akkor bővebb információkat is talál a kedves közönség. Én mindenképpen javaslom, már csak azért is, mert legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor azokat a filmeket, amelyek azért mondjuk egy szűkebb nézőközönség érdeklődésére tartanak számot, azt nem biztos, hogy mondjuk egy nagy mozi láncolat, vagy akár itt Nyíregyházán, ugye a másik moziban vetítésre kerül, de ugyanakkor nálatok bizony nagyon különleges, és egyébként nagyon híres filmeket is lehet látni. Tehát nem kell azt gondolni, hogy itt csak valamilyen, nem tudom, régi kópiák és élvezhetetlen minőségű dolgok, hiszen a legszuperebb, legújabb alkotások kerülnek ugye bemutatásra. Igen, és ahogy mond, a legszuperebb, legújabb digitális technikával, tehát ezt már többször elmondtam, hogy a digitális vetítőgépünk bármelyik kereskedelmi mozival felveszi a versenyt, illetve amikor beszerelték azért most már egy éve a hangrendszerünket, akkor az országban egyetlen egy
hangrendszer volt, amely működött, amelyik ilyen magas színvonal, mint a nyíregyházi Krúdi mozié. Azért is örülök, mikor így játrok jön és erről beszélünk, mert nagyon sokan megdöbbenve értesülnek úgymond róla, elmennek a mozinkba, egy nagyon barátságos jegyár, egy nagyon kényelmes nézőtér, hatalmas vászon, kitűnő technika fogadja a látogatókat, és hát ez mondjuk bizonyságul szolgált az is, hogy ezt néhány éve, amikor a város átvette ezt a mozit, amiről te beszélsz, hogy a régi kópiák, annak is megvolt a maga értéke, de azért az más volt. Azóta tulajdonképp mindent lecseréltünk a technikában, vászonban, hangrendszerben. Volt körülbelül évi látogatottsága 25 000 fő a mozinak. Most elértünk oda, hogy művész mozi, tehát nekünk törvényi kötelességünk 50%-tól több művészfilmet vetíteni, tehát az előadások, minden második előadásnak, amiről megint csak korábban beszéltél, hogy amire esetleg 4-5-en kíváncsiak, arra jönnek, a tavaly 26 000 néző látogatta a vetítéseinket, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy öröm. Hát kiváló számok, tökéletes árérték arány, úgyhogy javasoljuk a nézőknek akár a Krúdi Art mozit, akár a Váci Mihály Kulturális Központ igazán színes tavaszi kínálatát. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Nem csak a Váci Mihály Kulturális Központ kedveskedik a nézőknek gyerekelőadásokkal, hanem a Móri Zsigmond Színház is. A teátrum legújabb darabjában Mászmók kalandjait lehet végig kísérni Afrikában. A bejátszás után a darab főhősét alakító Schmidt Sárával beszélgetünk. Azért gyerekdarab, mert én magam szeretem a gyerekdarabokat, szeretek bennük részt venni, mert nagyon őszinte közönség a gyerek, nem udvarias, ha unatkozik, akkor ő unatkozik, és ezt meg is mutatja. A miért pont zenés? Mert szeretem a zenét, és azért ez a darab, mert ezt a darabot a Mászmók Afrikában, ezt 7 évvel ezelőtt barátaimmal, zenész-színész kollégáimmal közösen írtuk, és ebben az évadban most lehetőséget kaptam a színháztól, hogy rendezzek, és akkor azt gondoltam, hogy olyan darabhoz nyúlok, amit jól ismerek, hiszen alkotója voltam az úgymond eredeti műnek. Ez a darab Mászmókról, a nagy utazóról szól, ő a mesélő, a narrátor, illetve Kokoróról, egy kis krokodilról, aki más akar lenni, mint ami. És az üzenete pont ez a darabnak, hogy legyél az, aminek születtél, ne akarjál más lenni, de aminek születtél, az viszont legyél, és vállald, és járd azt az utat. Annyiban nyúltam hozzá, hogy most ugye nyíregyházi kollégáimmal, Schmidt Sárával, Kónya Merlin Renátával és Horváth Sebestyén Sándorral valósítjuk meg a darabot. Nagyon fontos kiemelnem még egy személy, Tanik Zsófiát, aki az én jobb kezem, bal kezem, agyam, fejem volt a munka során. Valósítjuk meg az előadást. Annyiban más, amennyiben ők más személyiségű emberek. Tehát hiába, hogy én ezt a darabot már játszottam, ismerem,
Nem azt kértem tőlük, hogy azt csinálják, ami volt, hanem azt, amit ők gondolnak, ők éreznek, ő ötletük. Tehát vannak benne új szövegek, új poénok, amiket ők találtak ki. Csináltunk mondattól sorrendváltást, mert úgy érezték, hogy egy hitelesebb a történet, és ebben a felfogásban, ahogy most ezt játsszuk, igazuk is volt és van. Jó, látom, hogy már be is küldtetek, jól van. Biztonsági övet bekapcsolni. Csicsa. Megkapcsoltátok? Nem láttam. Biztos? Jól van. Akkor futóművet ellenőrizni. Szárnyakat kitárni. Mindenki, indulásra felkészülni. Beindítom a motort. Kicsit rád. Ha nem baj, szárnyakat felfelé fordítani. És repülünk! Most forduljunk jobbra! Integessetek! Elhagytuk üregházát! Látjátok a felnőtet? Pont olyan, mint a habos kakó, én megmondtam. Oda nézhetek! Átrepültük Európát! Most pedig már a tenger fölött járunk. Én nagyon bízom abban, hogy lesznek családok, akik eljönnek és megnézik. Tehát nem csak az óvodás bebérletezett nézőink, hanem egy család is eljön, apuka, anyuka és a gyerek, mert hogy a darab az a szülőknek is szól. Rengeteg olyan kis gag, kis poém van elrejtve a darabban, ami Isten igazából a szülőnek jó. Ő érti, ő nevet föl rajta, a gyerek is tud menni a történettel, de nem kifejezetten gyerek poén. Mi az a baksis? Change! Money! Euró, márka, dollár! Jó, van dollár! Van dollár, kevés! Sok dollár jó! Mi elvinni téged, szalaszolok, hogy 500 baksis! 500 baksis? Na jó, várjatok, most alkudozni kell. 100! Allah növessze hosszúra szakállat, hogy minden lépésnél tapadjál rejá! 100-ért akkor sem innélek el, hogy a kupon beszélni tudta! This is the beginning of the beautiful friendship! Ő mindig csak tupolt a hátamon. Még hogy 100! Én sok kicsi children! Eljél egyszer, datuljam! De hát neked nincs több! Nem eszik a folyamajta. Várj már! Jó, legyen 100! Kanisko, hogy akkor hát? Tevehát! A part! Azt hiszem, én még nem csültem tevehát. Sietni, sietni. Jó, várjatok. Nem tudom, is olyan egyszerű. Kész vagyok. Baklava, baklava! Pita! Palóccosan ejtettem, mert hogy nem Mászmók, hanem Maszmók. Aki pedig ezt tökéletesen tudja, maga Maszmók, aki a vendégünk. Szia, Sára! Szia! Szeptemberben kerültél ide Nyíregyházára. Hogy érzed magad itt a Móricz Zsigmond Színház társulatában? Nagyon jól érzem magam. Igazából őszintén szólva, amikor ide kerültem, egy kicsit nehéz volt. Sokat járkáltam még vissza Pestre, amikor volt időm, de aztán eljött egy pont,
konkrétan emlékszem rá, hogy Pestről jöttem vissza, és megérkeztem a színészházba, és azt éreztem, hogy hú, jó, megérkeztem, végre hazaértem. Igen, ugye hát a te esetedben nyilván Budapesten tanultál, és éltél is egy darabig, de hát mégis mondhatni azt, hogy te is vidéki vagy. Igen. Tehát egy ilyen Nyíregyháza kategóriájú városban azért tudod magad valóban otthon érezni. Ezeket a, hát azt gondolom, hogy nem feltétlenül elcsépel, de azért a nézők számára nagyon sokaknak ugye ismerős lehet a televízióból, sorozatokból, nagyon fiatalon csöppentél bele tulajdonképpen ebbe ugye a Barátok közbe, de hát akkor már te színészmesterséget tanultál. Hogy érzed, mennyire a szerencse hajóján kell utazgatni egy fiatal színésznőnek ahhoz, hogy végül is elismert vagy akár sikeres legyen, vagy tényleg megvan ez írva valahol a sors könyvében, vagy kellenek jó ismerősök, akik jó időben szólnak, hogy hová kell, kit kell fölhívni. Szóval mind múlik az ember sikere? Hát én gyakran használom ezt a kifejezést, hogy hát ennek így kellett lennie, vagy így van megírva, nem tudom, de sok szerencse kell igazából szerintem. Én a Barátok közbe úgy kerültem, hogy akkor még nem is érettségiztem le, és Pestre feljárkáltam egy ilyen színi tanodába, és onnan elvittek minket castingra, hogy megvegyünk az adatbázisba, és akkor egy évre ráhívtak fel, hogy akkor megnéznének még egyszer. Na, azt se tudtad, hogy miért hívnak, gondolom, annyi időt. Igen, tehát egy évvel később, úgyhogy én ezt abszolút ilyen szerencsének tudom be, hogy a mamám oda beiratott abba a tanodába, és akkor onnan elvittek, és onnantól kezdve már úgy magabiztosabb voltam az ilyen castingokon, meg kamera előtt, úgyhogy utána meg könnyebben jöttek. Tulajdonképpen ugye más-más műfaj, tehát akár a filmezés, főleg egy ilyen fajta sorozatban szerepelni, és a nézők előtt estéről estére a színpadon. Nem tudom, hogy van-e létjogosultsága annak a kérdésnek, hogy mi a különlegesebb, mi az izgalmasabb, vagy mi a nagyobb kihívás egy színésznő számára. Te hogy érzed? Ó, tehát nagyon sokszor kérdezik, és nagyon nehéz eldönteni. Hát azt eldönteni, hogy melyiket szeretem jobban, azt most már nem tudom teljesen. Nagyon szeretek forgatni, és teljesen más világ tényleg. A színpadon, meg a próba folyamatokban még úgy érzem, hogy nagyon bele kell rázódnom, de most, hogy így ismerem már a társulatot itt, és egy nagyon, nagyon barátságos környezet, tényleg kedvesek a kollégák, így úgy érzem, hogy egyre jobban rázódom bele a színpadi létbe is. Igen, hát ugye a színpadon nincs csapó, tehát ott Igen. A pillanat művészete, ott elkezdődik az előadás, és a függöny, ha lemegy, vagy a tapsrendnek vége, akkor van vége, tehát ott azért gyakorlatilag szinte 100%-on kell ahhoz működni, hogy minden tökéletes legyen. Mikor körvonalazódott a te életedben az, hogy a színpad felé lesz az utad? Hány évesen, ha így visszatekintesz? Mint ha olyan öreg lennél, úgy teszem fel ezt a kérdést. Hát középiskolában kezdtem el ilyen iskolai színjátszó csoportba járni, meg a városi. Székesfehérváron van egy ilyen, hogy szabad színház társulat, és akkor velük dolgozgattam. Hát és akkor középiskolában kezdtem el ezen gondolkodni. Aztán valamiért letettem róla, hogy nem próbálom meg, és az érettséginél úgy voltam, hogy úristen, mit jelöljek meg, nem tudom, és mondták tesóim is, hogy jelöld meg a színművészeti próbát. Jó lesz ez neked. Hát ugye nem csak ebben a darabban játszol itt Nyíregyházán, úgyhogy viszonylag hirtelen több feladatba is belecsöppentél. Most játszol ugye az asszonynak farkasában, illetve? Diótörő van még. Diótörő volt az első próba folyamatom. Abban sok-sok egér közül, sok-sok egér közül az egyik vagyok én. És hát én ikere egér vagyok. Van egy párom, akivel össze vagyunk kötve, úgyhogy Igen, is az is elég kemény feladat volt. Aztán az asszonynak farka volt, farkasa. Az asszonynak farkasa volt a második próba folyamatom, és most a maszmók. Vannak esetleg példaképeid, mondjuk magyar színésznők, vagy külföldi színésznők közül, és ha igen, kik ők? Hát igazából nincs, sose volt ilyen megnevezett példaképem.
Nagyon sok mindenkit szeretek, nem tudok kiemelni. Nem tudom, még egy valami miatt, hogy így rád nézek, így, nekem így a francia film jut eszembe. Most, tehát, hogy ezt így mondtad. Bármelyik francia film, de így el tudnál azt képzelni. Sophie Marceau például most, hogy ezt így említetted, a francia filmeket, igen, szeretem. Nos, hát ugye szeptember óta gyakorlatilag most már mondhatjuk azt, hogy már egy fél éve itt vagy. Vannak-e mondjuk ilyen 2-3-5 éves terveid az életedre, vagy hagyod, amerre visz az áramlás? Hagyom. Nem annyira, azért nem tervezek előre. Nekem elég info az, hogy még jövőre itt lehetek, az biztos. Két darabban, aminek nagyon örülök, aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Tehát akkor gyakorlatilag ugye mondjuk a magánéleted lehetővé teszi, hogy bárhová akár elszerződj másik színházba. És mi a helyzet a filmezéssel? Gondolom, ez egy olyan szerelem, amiben tényleg az ember belekóstol, akkor szeretné folytatni. Bár azt is tudom, hogy azért nem egyszerű mindig ott lenni, és tényleg a magyar filmekben szerepelni. Tehát erre vonatkozólag van valami stratégiád, vagy úgy gondolod, hogy szintén majd, ha keresnek, csörög a telefon, akkor meglátod, hogy mi a hívás. Stratégiám. Szerencsére az, amiben most dolgozom, az egy nyári kaland, az nyári forgatás. Meg egyébként nyárra, tavaszra szoktak ezek sűrűsödni. Úgyhogy amikor hívnak, és mondják, hogy lenne valami, akkor mindig összeszorul a fogam, hogy csak érjek rá, vagy lehessen egyeztetni a dolgokat. Hát ez az egy nyári kaland, ebben mennyi van? Tehát lehet azt tudni, hogy ez mennyi ideig tart? Hiszen ugye fiatalok játszanak benne, akár nyugdíjas korotokig is végig lehet a történetet futtatni. Hát fogalmam sincs egyébként, hogy tervezik, de nem hiszem, hogy egy ilyen barátok közt hosszúságú sorozat lesz ez, de most még forgatunk még egy negyedik évadot is. Aztán meglátjuk. Na, akkor Sára, csináljunk akkor a mostani darabnak egy kis promóciót, jó? Mivel ajánlanád, vagy mit mondanál a gyerekeknek, hogy miért érdemes ezt az előadást megnézni? Mik a legjobb dolgok benne? Neked mondjuk a színpadon, hogy érzed? Én azért ajánlanám a gyerekeknek, mert rengeteg, hát kokoron keresztül, ahogy járja az útját a szavannában, rengeteg állattal megismerkedhetnek. Remélhetőleg felkeltjük az érdeklődésüket afelé, hogy megismerjék a természetet. És hát afrikai hangszerekkel ismerkedhetnek meg benne, úgyhogy elég izgalmas és szórakoztató. Na hát akkor reméljük, hogy nagyon hálásak lesznek a gyerekek, ugye még tiszta szívvel nézik az előadást, és nem érdekli őket, hogy lehet tapsolni, nem lehet tapsolni, akkor rögtön és azonnal ki szokták fejezni a tetszésüket, úgyhogy sok mosolygó, csillogó szempárt kívánunk az előadásokra, és neked sok sikert itt a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban, illetve bárhol az országban. Köszönjük, hogy eljöttél, Sára. Mi pedig híradóval folytatjuk, és a híradó után nagyon-nagyon különleges vendégeink lesznek. Egy fantasztikus Harley Davidson már itt van a stúdióban, és különleges fatálakkal is ismerkedünk meg, és ha már itt Sára ugye az afrikai hangszerekről beszélt, egy olyan fiatalember jön hozzánk, aki fából különböző hangszereket is készít, úgyhogy maradjanak velünk mindenképpen.